Drága testvéreim, nagy szeretettel üdvözlünk titeket ezen a mai nagyon forró délutánon. Remélem, hogy a szívünkben is ilyen tűz van, amen, mint amilyen odakint van. Amen. Szerintem álljunk fel és üdvözöljük Isten szent szellemét, mit szóltok hozzá. Halleluja. Ki már egyébként itt is van, sőt várt ránk itt ezen a helyen. Halleluja. Drága Úr Jézus Krisztus, hálát adunk. Legyen a földön, ahogy a mennyben van. Legyen a földön, ahogy a mennyben van. És ugye azért imádkoztunk, és az énekünkben is azért imádkoztunk, hogy legyen úgy itt a földön, ahogy a mennyben van. És tudjátok, hogy hogy van a mennyben? Isten maga a szeretet. A mennyben óriási szeretet van. És erről a szeretetről szeretnék ma nektek beszélni, amit az Úr nagyon a szívemre helyezett. És el is fogom mondani, hogy miért. De mindenek előtt szeretném felolvasni azt, amit imádkoztam is. Pálnak az imája az Efézus levélből. Az Efézus 3-ból, a 14. verstől a 20-as versig fogom felolvasni. Mindezeket látva letérdelek az Atyaisten előtt, és imádom őt, akitől minden mennyei és földi család a nevét kapja. Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a belső embert bennetek a Szent Szellem segítségével, hogy Krisztus maga lakjon a szívetekben hit által. 17-ös vers. Azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön. Ez az én imám is ma. Hogy ebbe gyökerezzünk bele, sőt, egész életünk erre épüljön. 18-as vers. Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas, és mennyire mély az Isten szeretete. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, és mégis azért imádkozom, hogy meg tudjátok csupán. Ezt írja az ige? Azért imádkozom, hogy átéljétek. Mondjuk mindjárt ezt, hogy átéljétek. Ti találkoztatok már olyan szeretettel, amiről csak ismeretetek volt? Lehet, hogy találkoztatok vele, de mikor éreztétek a szeretetet? Mondták már. Sokan mondták. Akkor éreztétek, amikor átéltétek, nem így van? Amikor ténylegesen ott belül megtapasztaltad ezt a szeretetet. És folytatom, és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal maga töltsön be titeket, ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen. Közelben eddig a 19-es versig olvastam. Tehát ezért is nagyon-nagyon fontos terület az, amiről ma szeretnénk nektek beszélni, és fogunk majd természetesen időt adni utána kérdésekre is, és fogunk majd beszélgetni. De nagyon fontosnak éreztem, hogy ez a mai napon elhangozzon, méghozzá az alábbiak miatt. Tudjátok mindnyáján, ugye, hogy az utolsó időkben élünk. Hányan nem tudjátok? Ugye mindannyian a saját bőrünkön tapasztaljuk az utolsó időket. És az utolsó időknek az egyik fő jellemzője az ige szerint, hogy sokakban meghidegül a szeretet. Sok igét fogok ma felolvasni, pontosan azért, hogy érezzétek, lássátok és tudjátok, hogy Isten beszéde az, ami szól, és nem a mi szánk. Tehát nem mi magunktól beszélünk, hanem Isten beszéde hangzik el, mert ez maga szinte magyarázza saját magát. És az első ige, én kiírtam magamnak az igéket, hogy ne kelljen azzal időt tölteni, hogy kikeresgéljük. És a legtöbb igét az egyszerű fordításból fogok felolvasni, de valamit kifejezetten a Károliból is, hogy egyértelműbb legyen. De bátorítalak benneteket, hogy keressétek ki az igéket, amiket mondani fogunk.
Már csak azért is, hogy biztosan legyetek abban, hogy a ti Bibliátokban is ugyanez van. Jó? Mit szóltok hozzá? Halleluja! Hogy vagytok ma? Jó! Mindjárt jól vagytok? Ebben a nagy melegben? Nagyon! Halleluja! Olvasom az első igénket, Máté Evangélium a 24. rész 12-es verse. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. A Károli fordítás mondja ezt így. Az egyszerű fordítás szerint, figyeljetek, sok hívő emberben kihűl az isteni szeretet. Érdekes, nem? Hívő emberekről beszél, hogy sokakban az utolsó időben kihűl az isteni szeretet. Tehát a következő, amit most mondani fogok, szintén hívő emberekről beszél, és éppen ezért figyeljünk mindenre, amit mond az ige, hogy mit mond az ige az utolsó időben a hívő emberekről. 2 Timóteus 3, az első verstől az 5-ös versig. Értsd meg, hogy az utolsó időkben nehéz lesz helytállni. Az emberek ugyanis én központúak lesznek, akik csak magukat szeretik, és a pénzt szeretik, dicsekvők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról, szüleiknek nem engedelmeskednek, hálátlanok és istentelenek. Hiányozni fog belőlük a mások iránti szeretet. Nem akarnak majd megbocsátani, szívesen mondanak rosszat másokról, mértéktelenek és féktelenek lesznek, és nem Istent szeretik, hanem inkább az élvezeteket hajszolják. És most jön az 5-ös vers, ami alapján kiderül, hogy hívőkről beszél az ige. Azt mondja, hogy eközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát, de a valódi istenfélelem erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől, Timóteus. Ezt mondja Pál Timóteusnak, hogy az ilyen hívő emberektől maradj távol. Tehát, amit át fogjuk majd venni a szeretettel kapcsolatban, hogy nekünk kell, hogy szeressük egymást, a testvéreink felé szeretettel tartozunk, azonban a barátainkat mi magunk válogatjuk meg, amen. Az, hogy kinek a társaságában töltesz időt, azt te választod meg, amen. És Pál azt javasolja Timóteusnak, hogy azokkal a hívő emberekkel, akik magukat szeretők, akik a pénzt szeretik, akik dicsekvők és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról, akik szüleiknek nem engedelmeskednek, hálátlanok, istentelenek, stb. Stb. Az ilyen emberektől tartsa magát távol. Ezért nagyon fontos ez a téma, ugyanis ebben vagyunk benne. Azt hiszem, mindjárt tapasztaljuk ezt, nem? Benne járunk és benne élünk ezekben az időkben, mikor folyamatosan ezzel szemtől szemben találkozunk. De hadd olvassam fel nektek azt az igét, ami kétszer is előfordul az 1 János 4-ben. Az 1 János 4, 8-as verse azt mondja, aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretett. Kicsoda vagy, micsoda Isten? Ő a szeretet. Ha szellemben akarsz járni, akkor ez azt jelenti, hogy szeretetben kell járnod. Mert ha nem jársz szeretetben, ez azt jelenti, hogy nem vagy Istenben, mert Isten a szeretet. Tehát ha nem vagy Istenben, nem jársz szellemben. Ez így érthető? 1 János 4:16, Isten a szeretet. Aki szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne. Ezt mondja az ige. Ha tehát kilépsz a szeretetből, akkor Istenből lépsz ki, és akkor már nem szellemi vagy, hanem testi vagy. Ugyanúgy most akkor keresztény vagy, vagy nem keresztény? Persze, hogy keresztény vagy. Attól nem változik ez meg, de vannak testi keresztények, és vannak szellemi keresztények. Van az ó ember, és van az új ember. Sokat beszéltünk erről, és ma délután is nagyon sokat beszélgettünk erről a témáról a testvéreinkkel. És Csaba nagyon sokat szokott erről beszélni, hogy amit erősítenünk kell magunkban, az az új ember, az az új teremtés. Belső ember. A belső ember. Amen. Amen.
Mert hogyha kilépünk a szeretetből, akkor ez azt jelenti, hogy átmegyünk testibe, a szellemiből. Így érthető, ugye? És nagyon fontos, hogy megmaradjunk szellemiek, tehát maradjunk meg Istenben. És tovább folytatnám az 1 János 4.16 B részétől, és a 20-as verset fogom még elolvasni. Ugye még egyszer azt mondja, hogy Isten maga a szeretet. Aki ebben az isteni szeretetben éli az életét, az valójában Istenben él, és Isten is él benne. 20-as vers, aki azt mondja, hogy szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazudik. Hiszen hogyan szerethetné Istent, akit sohasem látott, ha nem szereti a testvérét, akit lát? Értitek? Hogyan szerethetjük mi a testvérünket? Csak is Isten szeretetével. És majd fogok erről is beszélni. Tehát lehet, hogy még most egy kicsit sokként ér néhány embert, amit most el fogok mondani, de utána meg fogjátok érteni, hogy miről is akarok beszélni. Az ige szerint a hitnél nagyobb a szeretet. Hallottátok már ti is ezt? 1 Korintus 13.13. Most azért megmarad a hit, a remény, szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Elgondolkodtatok már azon, hogy miért nagyobb a hitnél is a szeretet? Valaki? Gondolkodott már erről? Legyünk egy kicsit interaktívak, jó? Nyugodtan lehet válaszolni, hogyha kérdés hangzik el. Szerintetek? Ahol van szeretet, ott hit is van? Nem feltétlenül. Isten maga a szeretet. Isten maga a szeretet. Igen, ez nagyon jó. Az ugye az isteni szeretet, az agapé szeretet a görögben, és ez szó szerint az isteni szeretetet, az isteni fajta szeretetet jelenti. Tehát mivel Isten maga a szeretet, Isten maga az agapé, tudjátok, hogy miért nagyobb a hitnél is, és a reménynél is a szeretet? Amikor leszünk fönt a mennyben, a szeretet akkor is megmarad, mert Isten maga a szeretet, ugye? Itt a Földön szükségünk van még hitre és reményre is, a mennyben, mennyben is szükségünk lesz egyébként hitre, de az egy teljesen másfajta hit, ami a mennyben van, mert Isten a hitnek Istene. Ugye? De most erre ne térjünk ki, mert ez egy teljesen külön téma. Viszont földi hitre már nem lesz szükségünk ott fönt, ahogy mondtad is. Itt még szükségünk van. Én úgy gondolom, hogy azért nagyobb, mert miről ismeri meg a világ, hogy az övéi vagyunk. Arról ismeri meg a világ, hogy istenéi vagyunk, hogy tele vagyunk hittel? Arról ismeri meg a világ, hogy reménykedünk, hogy nekünk van reményünk, nekik nincs? Ezek is jó jelek, ugye? Mert megkülönböztetnek bennünket tőlük, hiszen a világban nincs reménység, ott nincs hit, eltűnik. De azt mondja János 13.35, maga Jézus mondja, arról ismeri majd fel mindenki, ismétlem, mindenki, mondjuk együtt? Mindenki arról ismeri majd fel, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Isten szerint arról ismerik meg, hogy az úré vagyunk, hogy szeretet van bennünk. Mert a hit nem működik szeretet nélkül. De sokan vannak, akik imádkoznak különböző dolgokért, és teszik a megvallásokat napról éjszakára, éjszakáról nappalra. Megvallom a Jézus nevében, ez nekem megvan, ez nekem megvan. De hiányt vallanak egy dologban, ami a szeretet, és csodálkoznak, hogy miért nem működik a hit. Hát azért, mert a hit szeretet által működik, és ezt be is bizonyítom nektek a Galata levél 5. rész 6. verséből. Azt mondja, mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Lehet olyan hitünk, amely hegyeket mozdít el, de ha nincs bennünk szeretet, semmik vagyunk, de erre még ki fogunk visszatérni. Ugye tehát az igazi krisztusi hit csak is szeretet által működik. Ha nem jársz szeretetben, a hited sem tud működni.
akármennyire is szeretnénk, nem tud működni. Legalábbis nem olyan szinten, ahogy szeretnénk. Lehet, hogy egy bizonyos szintig el lehet jutni a hitben, mert a hit egy nagyon-nagyon fontos dolog. Sokan hisznek. Még az ördög is hiszi, hogy Isten létezik. Mégis nincs benne szeretet. És tudjátok, ez az. Egyszer valaki megkérdezett engem, hogy véleményem szerint mi a különbség egy okkult jövendő mondó között és egy Isten által szóló prófétai beszéd között. És én megkérdeztem az Urat efelől, hogy Isten szerint mi a különbség. Biztos, hogy több is van. Tehát ne értsetek félre, én nem azt mondom, hogy a teljes képet megkaptam Istentől, de egy olyan válasz érkezett, amiben úgy érzem, hogy számomra ez hiteles volt. Az ellenség, az ördög mindig együtt jár a saját természetével. Mindig. Ő is tud információkat, ő is tud mondani dolgokat, de nem képes a szeretetre. A képmutató szeretetre képes, de igazi szeretet, krisztusi szeretet nincs abban. A képmutató szeretet pedig egy olyan külső mázos szeretet, amiben, hogyha benned van Isten élő szellem, egyszerűen érzed, hogy mosolyog rám ugyan, de hú, valami nagyon taszít. Ugye? Pontosan ez az, hogy az ellenség együtt jár az ő természetével, de Isten is együtt jár az ő természetével. És Isten természete a szeretet. Tehát, hogyha egy olyan profécia jön, amiben nincs szeretet, akkor igenis jogodban áll megkérdőjelezni, hogy ez vajon Istentől jövő profécia volt-e. Mert ha nincs benne szeretet, akkor ki nincs benne? Aki a szeretet. Isten maga. Amen. Szeretet nélkül semmik vagyunk. Mondjuk ezt együtt? Szeretet nélkül semmik vagyunk. Azért egy elég nagy kifejezés, nem? Egy nagy nulla, egy zéro, és így áthúzva. Semmi. Zéro, nulla. Semmik vagyunk szeretet nélkül. 1 Korintus 13:1-3. Ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet, nem emberi, isteni szeretet nincs bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér, vagy egy zörgő cimbalom. Hallottatok már cintányért, ami ütnek össze, és semmi, mondjuk kisgyerekek játszanak, és semmi ritmus, semmi ütem, csak így ütik össze-vissza, és csak így fogod be a füled, mert annyira nagy zaja van. Na hát ilyen az, amikor isteni szeretet nincs bennünk. És anélkül használjuk az ajándékokat. 2. vers. Ha megkaptam a prófétálás ajándékát, megint csak itt vagyunk, prófétálás ajándékát, ha ismerek minden titkos igazságot, még egyszer hangsúlyozom, minden titkos igazságot ismerek. Ha minden tudás a birtokomban is van, ha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdítok vele, de nincs bennem isteni szeretet, semmi vagyok. 3. vers. Ha minden vagyonomat elosztam a szegények között, ha a testemet feláldozom, hogy tűzben égjen el, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele. Testvérek, láttatok már olyan embereket, akikben megnyilvánulnak Isten ajándékai, a Szent Szellem ajándékai? Beszéltünk itt ugye a nyelveken szólásról, profétálásról. Olyan ige ismerete van, olyan tanítói kenete van, és mondja az igét, és vág az ige, csak éppen ő benne érzed, hogy nincs szeretet. És érzed, hogy amit mond az igei helytálló, de valami még sincs rendben. A szívem, a szellemem nem rezonál, mert nem érzi belőle a szeretetet. Találkoztatok már ilyenekkel? Vagy hallottatok már ilyeneket? Sokszor. Úgy látom, sokan bólogattok, úgyhogy nem áll ismeretlenül előttetek akkor ez a téma, ugye? És a 3. vers egy elég érdekes vers. Ugye azt gondolnánk sokszor, hogy aki ad, mert az adás az, egy, az isteni szeretetnek egy megmutatkozója, azt gondolnánk, hogy aki ad, adakozik a szegényeknek, és olyan szintű önfeláldozást végez, hogy azt mondja az ige, hogy még a testét is feláldozza, azt mondja az ige, hogy ha eközben nincs benne szeretet, nem ér vele semmit. Nem érdekes ez? Te tudsz úgy adni,
Te tudsz úgy jót tenni másokkal, tudsz úgy önfeláldozó lenni, hát ugye ezt látjuk a dzsihád követőknél is, a muzulmánoknál, hogy ugyan Isten nevében, az ő vallásukban feláldozzák magukat, és akár egy robbantásnál, vagy akármi, odaadják a saját testüket, de mégis szeretet nincs bennük, Isten maga sincs bennük, mert Jézus Krisztuson keresztül nem jöttek az Atyához, és teljesen hiába való, teljesen fölösleges, mert nem fognak célt érni. Hát pontosan ilyen az, amikor a motivációnk nem helyes. Nem érünk el semmit, akármennyi adással, akármennyi jó téteménnyel, hanem az isteni szeretet motivál bennünket. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Foglalkozunk most egy kicsit azzal, hogy a szeretet az mennyire nem választás, hanem parancs, illetve törvény. Lehet, hogy most meglepődünk néhányan, de igen, az Új Szövetségben is van egy olyan parancs, van egy olyan törvény, amit be kell tartanunk. Olvassuk el a Máté Evangélium a 22. rész, 36-tól a 40-es versig. Itt a farizeusok kérdezték Jézust. Ugye tudtok követni? Igen. Mondtam, hogy sok-sok igét fogok felsorolni és elmondani nektek, hogy az ige beszéljen és ne én. Tehát a farizeusok kérdezik Jézust. Mester, melyik a legfontosabb parancs a törvényben? Ő így válaszolt. Szeresd az örökkévalót, Istenedet, teljes szíveddel, egész lelkeddel és teljes értelmeddel. Ez az első és legfontosabb parancs. A második is hasonló. Úgy szeresd embertársadat, mint magadat. Ez a két parancsolat az egész törvény és a proféták írásainak az alapja. Hát akkor mi a helyzet a 10 parancsolattal? Szerintetek? Mondjad? A 10 parancsolat ugye az Ószövetségben volt, és Jézus Krisztusban mi kaptunk egy új szövetséget. Akkor ez azt jelenti, hogy az Ószövetséget el kell teljesen felejteni? Jézus nem eltörölte, hanem betöltötte. Más szóval, hogyha a szeretet parancsolata az egyetlen parancsolat, szerinted, ha benned szeretet van, akarsz lopni a másiktól, hogyha szereted őt? Nem. Ugye, hogy nem? Biztos, hogy nem akarod megölni, ha szereted őt, ugye? Jobb esetben. Biztos, hogy nem akarsz rosszat, nem akarsz neki ártani azzal, hogy a feleségét elviszed, vagy elcsavarod a fejét, vagy elsorolhatnám az összes törvényt, vagy elkívánod tőle azt, ami az övé. Ha szeretet van benned, nem akarod ezt tenni, így van? Mert sokkal nagyobb a szeretet benned, te jót akarsz akkor neki tenni, így van? Tehát a szeretetben a mind a 10 parancsolat be van töltve. Ha szeretet van benned, ez olyan, mintha megfelelnél az összes, az egész 10 parancsolatnak. Amen? János 13.34, Jézus maga mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti egymást. János 15.12.13, ezt parancsolom nektek. Szerintetek azt mondja az ige, hogy ezt javaslom? Hát az lenne a javaslatom, hogy... Hát ha azt akarod, hogy jól menjen dolgod, én azt javaslom. Szerintetek így mondja? Nem. Hogy mondta? Ezt... Parancsolom. Tehát van egy parancs a Bibliában, az Új Szövetségben. És ez, ha parancs, akkor ez nem választás kérdése. Amen? Ezt parancsolom nektek, ti is úgy szeressétek egymást, azzal az isteni szeretettel, ahogyan én titeket. Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. 1 János 4.21, mert Krisztus azt parancsolta, hogy aki Istent szereti, az a testvérét is Isten szeretetével szeresse. Ugye azt mondtuk korábban, hogy úgy szeressük a mi fele barátainkat, ahogy magunkat szeretjük. Egyszer valaki azt mondta, hogy de hát hogy szeressem én a társamat, ha magamat sem szeretem?
ha elutasítom magam, és nem szeretem magam, ugye megfordul ez a kérdés bennünk, bennem is megfordult. De tudjátok, hogy mi volt Isten válasza erre? Tudod, hogy amikor meleged van, most ugye melegünk van, amikor meleged van, mindent elkövetsz, hogy ne legyen meleged. Így van? Hát miért teszed ezt? Mert szereted magad, nem? Hát nem akarsz magadnak rosszat. Azt akarod, hogy ne izzadj, hanem ne főjön rólad a víz, hanem hogy jöjjön egy kis levegőbe, kapjál levegőt, tudjál levegőt venni, mert szereted magad, nem? Amikor hideg van, és diderekszÉs fázol, akkor fölveszel kabátod. Miért? Hát mert szereted magad, nem? Hát nem akarod, hogy szétfagyjon a tested. Nem vagy egy önkínzó, önsanyargató ember, ugye? Nem vagdosod, mert ha elvágod a kezed, igen, ugye csak ha elvágod a kezed, akkor azonnal kötözöd, és gyógyítgatod magad, ha betegséged van, vagy bármi. Ugye, ha éhes vagy, akkor eszel. Ha szomjas vagy, iszol. Mert szereted magad, nem? Hát azt mondja az ige, hogy úgy szeressük a másikat, ahogy magunkat szeretjük. Ha magunknak adunk, ha magunk kényelme fontos nekünk, azt mondja az ige, hogy pontosan ugyanígy szeressük a mi társainkat. Hogy ne csak a magunk kényelmével foglalkozzunk, de erre is ki fogunk még térni. Tehát, hogyha a szeretet nem választás, hanem parancs, akkor a szeretetünket nem határozhatják meg az érzéseink. Most úgy érzem, hogy szeretlek. És mi van, ha nem érzem úgy, hogy szeretlek? Akkor mi van? Akkor is parancs. Akkor is parancs. Egy katona, a sorköteles katona, és kap egy parancsot az ő parancsnokától. Szerintetek van választása? Hogy megtegye azt, és végrehajtsa azt a parancsot, vagy sem? Csaba volt katona, el tudja mondani, és azt mondja, hogy nincsen. Egy katona köteles megtenni azt, amit mond a parancsnoka, így van? Na de ha Jézus nekünk adott egy parancsot, akkor mi is kötelesek vagyunk ezt megtenni, akár érezzük, akár nem. Hogyan? Úgy döntök, hogy Isten szeretetében fogok járni, akkor is, ha fáj. Akkor is, ha nem így érzem. Akkor is, ha nem így gondolom. Mert ez egy döntés, és nem egy választás. Amen, nem egy érzés. Galata 5.14, az egész törvény, tehát mi az egész törvény? Mi a Tóra, a 10 parancsolat. Az egész törvény ugyanis ebben az egy mondatban foglalható össze, szeresd embertársadat, mint saját magadat. 15-ös vers. De ha továbbra is marakodtok, végül még elpusztítjátok egymást. Már abban az időben is ez volt. Ne aggódjunk, hogy mi olyan különleges időben élünk, és olyan különleges helyen, és olyan különleges országban, hogy csak velünk fordul ez elő. Pál maga mondja ezt, hogy ez már abban az időben is ott volt. Már akkor is marakodtak a kedves testvérek egymással. Róma 13.8, aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. 1 János 3.23. Isten pedig azt parancsolja, hogy a fiában, Jézus Krisztusban higgyünk, és szeressük egymást. Ezt parancsolta nekünk maga Jézus is, amikor velünk volt. Van egy nagyon érdekes ige, ami szerint nem csak, hogy parancs, hanem királyi parancs, királyi törvény. Érdekes, nem? Jakab 2.8.9 mondja ezt, ez a királyi törvény. Az írásokban található. Úgy szeresd a másik embert is, mint saját magadat. Ha ennek a parancsnak, tehát ennek a királyi parancsnak engedelmeskedtek, jól teszitek. Ha viszont az egyik embert fontosabbnak tartjátok a másiknál, akkor bűnt követtek el, és Isten törvénye ellen vétkeztek. Magyarul ez a személyválogatásnak a bűne. Isten előtt ez nem kedves. Ahogy mondtam, a barátainkat mi választjuk meg, de a testvéreinket nem választhatjuk meg. Ha valaki isteni, ő a testvéred. Teljesen mindegy, milyen gyülekezetbe jár, milyen felekezethez tartozik, ha nem tartozik. Ha jár, ha nem jár. Ha ide jár, ha oda jár, akkor is a testvéred. Teljesen mindegy. A testvéred és a kötelességünk szeretni. Amen. Amen. Jó,
Csak nem vagy köteles barátja lenni, tehát... A szeretettel, ahogy mondtuk eddig is, tartozunk egymásnak. Olvassuk ezt föl, Róma 13:8-10. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak a szeretettel. Semmivel nem tartozunk másnak, és ez nem az anyagiakról beszél. Ez egyáltalán nem a pénzbeli tartozásról beszél, nem az, hogy más dologgal nem tartozunk másnak, csak a szeretettel. Ezzel azonban mindnyájan tartoztok egymásnak. Testvéreim, van egy olyan tartozásunk, mint életünk végéig tartozásunk lesz, és soha nem ér véget, és nem tudjuk lerónni a tartozásunkat, mert újra és újra és újra halmozzuk ezt a tartozásunkat. És egyetlen egy ilyen tartozásunk van itt a Földön, és ez pedig az, hogy szeressük egymást. Amen. Hát nem jó hír ez? Én nagyon örülök neki. Halleluja! Aki szereti embertársát, az eleget tett a törvény követeléseinek. 9-es. Miért mondom ezt? Mert a törvény azt mondja, mit mond a törvény? Ne légy házasságtörő, ne gyilkolj, ne lopj, és ne kívánd, ami másé. Mindezek és az összes többi parancsolat összefoglalható ebben az egyben. Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat. 10-es vers, tehát Róma 13:10. A szeretet nem tesz semmi olyat, amivel a másiknak ártana. Ezért a szeretet által töltjük be a törvényt. Hát ugyanezekről beszéltünk, így van? Fehéren, feketén le van írva a Bibliában. Akkor a kedves testvérek, miért nem látják ezt? Nem az számít, hogy ki nem látja, most itt te számítasz. Amen. Az a fontos, hogy te lásd meg. Az a fontos, hogy te kezdesz el gyakorolni, és majd példát mutatunk a többieknek is. Teljesen mindegy, hogy vezető vagy nem vezető. Ő ugyanolyan testvéred. Őt ugyanúgy kell szeretnünk az ige szerint, mert ezzel tartozunk nekik is. Tehát, ha megmaradunk ebben az egyben, a szeretet törvényében, akkor az összesben megmaradtunk. Nagyon sokszor az a baj az emberekkel, hogy amikor Isten szól hozzájuk, hogy tegyenek meg valamit, annyira elkezdenek fókuszálni arra a valamire, hogy elfelejtik azt, hogy a világ eszköze az, hogy átgázolni a másikon. A világ eszköze az, hogy letaposni akár a másikat, csak hogy eljussak arra a pozícióra, megszerezzem azt a dolgot, amit nekem meg kell tennem. És látunk sokszor ilyet az egyházon belül is, hogy különböző pozíciókért versengenek egymással, irigység és féltékenység és egyéb dolgok előfordulnak, de ha így kerülnek a pozíciókra, és nem szeretetből, akkor nincsenek abban a helyzetben szellemileg, hogy Isten áldásait átvegyék. Efézus 5:1-2. Azt mondja, Isten szeretett gyermekei vagytok, ezért őt kövessétek. Éljetek az isteni szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett bennünket. Hogyan szeretett minket Krisztus? Amiről azt mondja az ige, hogy mi is így éljünk? Folytatom. Feláldozta értünk önmagát, mint oltárra helyezett véres áldozatot, és jó illatú füstölő áldozatot, amelyet Isten szívesen fogad. Jézus Krisztus feláldozta magát, és azt mondja, hogy ugyanúgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket. Amen. Mondana Isten ilyet, hogyha lehetetlen lenne számunkra ezt teljesíteni? Nem. Isten soha nem parancsol olyat, amiről tudja, hogy mi azt nem tudjuk végrehajtani. Ha ő emberként meg tudott bármit tenni, ezzel példát mutatva nekünk, akkor ez azt jelenti, hogy mi is képesek vagyunk erre. De most vizsgáljuk meg gyorsan azt, hogy milyen is ez az isteni szeretet. Ugye most nem emberi szeretetről beszélünk, mert az emberi szeretet az egyrészt véges, az emberi szeretet az, hogyha én adok valamit, akkor elvárok viszont. Ugye szokták ezt mondani, hogy kéz kezet mos, ha én adok, akkor majd várok is, hogy kapjak valamit.
Ugye az emberi szeretet az mindig ideig, óráig tart. És higgyétek el, 21 éve vagyok házasok, és jól tudom, hogy még házasságon belül is az emberi szeretet véges. De az isteni szeretet kifogyhatatlan. Hogyha valaki azt akarná megkérdezni, hogy milyen Isten, azt tudom neki mondani, nem csak azért, mert magam is megtapasztaltam, hanem azért, mert Isten beszéde is ezt mondja. Isten a szeretet. Ő maga a szeretet, és ténylegesen az. És kívánom, hogy mindnyájan találkozzatok a szeretetnek az Istenével. Tehát nézzük meg, hogy milyen is az isteni fajta szeretet, ez az agapé szeretet, a bővített fordítás szerint, tehát az angolban ez az amplified, bővített magyarul, és az egyszerű fordítás. Az 1 Korintus 13-at fogjuk kicsit megvizsgálni, jó? A 4-estől a 8-as versig. Mit szóltok hozzá? Tudtok követni? Amen. Halleluja. 1 Korintus 13:4. A szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves, tehát jóságos. A szeretet sosem irigy, nem féltékeny, nem dicsekvő vagy öntelt, tehát nem büszke, nem mutatja magát gőgösen, 5-ös vers, nem beképzelt, nem arrogáns, a büszkeségtől nem fuvalkodik fel, nem durva, modortalan vagy goromba, és nem cselekszik illetlenül. A szeretet, tehát Isten szeretete bennünk nem ragaszkodik a saját jogaihoz vagy útjaihoz, mert nem keresi a maga hasznát, nem sértődékeny, nem ingerlékeny, tehát nem indulatos, nem neheztel, nem számítja fel a vele szemben elkövetett gonoszságot, magyarul nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem veszi figyelembe, ha igazságtalanságot kell elszenvednie, 6-os, nem örül a törvénytelenségnek és az igazságtalanságnak, de örül, ha a jog és az igazság uralkodik. 7-es, bármi történjék is, az isteni szeretet minden körülmények közt kitart. Tehát mindent eltűr. Mindig kész mindenkiről a legjobbat feltételezni. Reményei semmi módon nem halványulnak el. Mindent kibír, anélkül, hogy meggyengülne. Mindig hisz, mindig remél. 8-as vers. Ez a szeretet soha el nem múlik. Ez nem fogy el. Sosem halványul el, nem avul el, és soha véget nem ér. Ami a proféciát illeti, vagyis az isteni akaratnak és célnak értelmezésére adott ajándékot, az beteljesedik és elmúlik. Tehát a hit és a reményről beszéltünk, de igazából a proféciák azok, amelyek beteljesednek és elmúlnak. Ami a nyelveket illeti, azok megsemmisülnek. Ami a tudást vagy ismeretet illeti, az elenyészik, az az érvényességét veszti, és helyébe a teljes igazság lép. Látjátok, testvérem, itt van, hogy a profétálás, az ismeret és az ajándékok egy nap mind megszűnnek, mert már nem lesz rájuk szükség. Amelyben nincs rájuk szükség, mert ott mindent tudsz. Ott mindent ismersz, mindent jól látsz, pontos megismerésre jutunk. Nincs rá szükség, de a szeretet ott sem szűnik meg, mert Isten maga a szeretet. 20 pontban írtam föl, hogy milyen is az isteni szeretet. És ugye felolvastuk nagy részét. Ugye az első, amit említ itt az ige, hogy az isteni szeretet hosszan tűr, türelmes. Amikor egymással szemben tudunk türelmesek lenni. Néhány ember hosszan tűr, mert nincs más választása, de ezt a hosszú tűrést mégsem türelmesen és nem kedvesen tűri, hanem csak morog magában, mert tűrnie kell. Ugye munkahelyre jár valaki, és folyamatosan morog az ő főnökével kapcsolatban, vagy a munkatársaival kapcsolatban, és alig várja, hogy végre már Jézus visszajön, és végre már meglátja azt a napot, hogy vége lesz az ő szenvedéseinek, de az isteni szeretet nem ilyen. Az isteni szeretet megbocsát, hosszan tűr és türelmes. Sokszor ugye halljuk és látjuk, még az egyházon belül is,
Férj a feleségtől el akar válni, feleség a férjtől el akar válni, mert megszűnik a szeretet közöttük. Tehát a 7. vers szerint az isteni szeretet minden körülmény között kitart. Amen. És megáll minden körülmény között. Az isteni szeretet, nem az emberi szeretet. Ugye beszéltünk arról második pontban, hogy a szeretet kedves és jóságos. Hallottatok már olyan ige hirdetést, amikor mondja az igazságot az ige hirdető, elhangzik az igazság, és nem érzel benne kedvességet. Nem érzed azt, hogy olyan jóság áradna ki belőle közben. És most nem bántok semmilyen testvéremet, félre ne értsen senki sem, itt most nem itt érkezés folyik, hanem csak egy kis önvizsgálat. Jó? Hogy milyen is az isteni szeretet, hogy annak tükrében lássuk meg. Harmadik, amit említ az ige, a szeretet sohasem irigy, sohasem féltékeny. Hány meg hány olyan testvér van, vagy beszélhetünk teljesen mindegy, hogy kiről, akikkel találkozunk, és úgy érzed, hogy mondanád a bizonyságokat, tele vagy jó bizonyságokkal, és így néz rád, hogy jó neked, de jó már neked, hogy te ilyen jól vagy. Milyen jó már neked, hogy te ennyit tudsz örülni, miért tudsz te ennyit nevetni, Annika? Ugye, és néz rád, és egyszerűen az van benned, hogy hú de gáz. És szeretni akarom őt, de hát olyan ciki, hogy érzem, hogy milyen féltékeny, milyen irigy rám is. És tudod, van sok olyan ember, akivel nem tudod egyszerűen megosztani a bizonyságodat, mert abban a pillanatban olyan ellenállást kapsz, hogy már magad is elkezdesz kételkedni benne, hogy ú, tényleg ezt kaptam Istentől? Tényleg jártam a mennyben? Fú, tényleg ezt láttam? Vagy már abban is kételkedek, hogy egyáltalán meg vagyok én térve, mert úgy áll hozzád, érted? Érted, hogy miről beszélek? Hogy? Semmi újat. Jaj, ne. Valakit megkérdezel, hogy testvérem, hogy tetszett neked ez vagy az? Ah, semmi újat nem mondtál ezzel. Ez csak egy példa, hogy kérdezem. Negyedik. Azt mondja az ige, hogy a szeretet nem dicsekvő, nem gőgös, nem büszke, vagy magát mutogató, nem beképzelt, vagy felfuvalkodott. Láttál már olyan testvért, biztos vagyok benne, aki elkezd magáról beszélni, és semmi másra nem tud beszélni, csak magáról, és mondja, hogy milyen, tehát végül is magát fényezi, hogy ő milyen jó, ő milyen nagy, amiben önmagában nem is lenne gond, de miközben beszélte, egyre kisebbnek és kisebbnek és kisebbnek érzed magad. Érted, hogy miről beszélek? Mert ez nem az isteni fajta szeretet. Az 5. azt mondja, hogy a szeretet nem durva, modortalan vagy goromba. Szerinted, ha veszekedés, vitatkozás van, akkor abban van durvaság, gorombaság vagy modortalanság esetleg? Lehet halkan veszekedni? Csendes veszekedés, csendes vitatkozás, lehet, hogy van ilyen is. De általában azért elég nagy hangja szokott lenni, mikor a szomszédban X helyen halljuk, hogy már megint bűzik egymást, ugye? Azt mondja a 6. Nem illetlen vagy szemtelen, magyarul nem bunkó a szeretet. Ugye? Tehát mit jelent az, hogy szemtelen valaki, hogy csak úgy oda mondja, csak úgy oda löki a dolgokat. De a szeretetben azért van egy illemtudás. Az isteni szeretetben legalábbis. Amen. Mert tiszteled a másikat, jobban, mint magadat. 7. Nem ragaszkodik a saját igazságához a szeretet. Mit jelent ez? Nem engedek a 21-ből, nekem van igazam! Ez az isteni szeretet? Azt mondja az ige, hogy nem ragaszkodik a saját igazságáért. Tehát a békesség kedvéért, azt mondja az ige, hogy a békességért, ja azt is mondja egy másik helyen, hogy legyünk mi békesség szerzők, igyekezünk vagy törekedjünk a békességre, ugye? Amennyire tőlünk telik, igyekezünk a békességre. Tehát az isteni szeretet nem ragaszkodik mindenáron a saját igazához, hanem kész elengedni a békesség kedvéért. És ahogy Pál is mondja, hogy lehet, hogy most még sok mindent nem értünk, lehet, hogy nem értünk egyet.
Lehet még mi mint házaspár, és lehet, hogy valamiben még mi sem értünk egyet, de mivel szeretjük egymást, ezért azt mondjuk, hogy Isten majd kijelenti neked is, nekem is, de a fontos, hogy szeretjük egymást. Amen. És ez köztünk nem lehet elválasztó tény. Amen. Nem ragaszkodunk mindenáron a saját magunk igazságához. Amen. Amen. Azt mondja a 8-as, a szeretet nem keresi a maga hasznát. Az isteni szeretet nem önző és nem magát teszi az első helyre. 1 Korintus 10:24 azt mondja, ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, inkább egymásnak segítsetek, és a másik javát keressétek. Az isteni szeretet a másik javát keresi, és azt tartja szem előtt, hogy neki mi a jó. Máté 7:12, ezért úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek bánjanak. Ez a lényege a Mózes törvényének és a proféták tanításainak. Testvérem, te hogy szeretnéd, hogy veled bánjanak? Aranyosan. Aranyosan? Mondja csak a kedvesen. Te hogy szeretnéd, hogy veled bánjanak? Nagy lelkűen. Nagy lelkűen. Jó szívűen, bőkezűen. Így szeretnéd, hogy bánjanak veled. És az ige szerint te is úgy bánj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. Ismerjük ugye azt az igét, hogy amint vet az ember, úgy arat, ugye? Bármit, amit vetsz, azt fogod learatni sokszorosan. Ha szeretetet vetsz, azt is fogod learatni. Megfigyeltétek már, hogy azok az emberek, akik barátságosak, rengeteg barátjuk van mindenütt. De azok az emberek, akik ilyen mogorvák, nem szólnak senkihez, nem beszélnek senkivel, ilyen arcot vágnak, azoknak általában nincs sok barátjuk. Ugye? Úgy nem merik mások úgy megközelíteni őket, úgy félnek tőlük, úgy tartanak tőlük, hogy jó, hogy mikor fog megbántani. Mikor fog belém szúrni a sündisznó effektus, ugye? Közel mész hozzá, és már rögtön meg is szúrt. Ölelnéd magadhoz, de annyira szúr, hogy már nem tudom mégsem megölelni. Biztos, hogy találkoztunk ilyen emberekkel is, ugye? De az ige szerint mi ne ilyenek legyünk, ha Isten szeretetét akarjuk magunkban. Sokszor az emberek annyira ragaszkodnak a saját maguk igazához és jogaihoz, hogy az se számít, ha a másiknak fáj, mert mindenáron az igazságukat akarják érvényesíteni. De az isteni szeretet nem ilyen. Amíg figyelembe veszed az ellened elkövetett gonoszságokat, addig nem tudsz az isteni szeretetben járni. Az isteni szeretet mindig a legjobbat feltételezi a másikról. Mindig. Az emberi szeretet mindig a legrosszabbat feltételezi. Filippi 2:4 ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. 9-es pontja, ugye azt olvastuk, hogy a szeretet nem sértődékeny. Tudjátok, amikor én 19 éves voltam, és férhez mentem Csabához, és 16 évesen tértem meg, egy olyan háttérből jöttem, ahol nagyon-nagyon sok szeretetlenséget kaptam. Nagyon sokan próbáltak kihasználni, nagyon sokan próbálták a kedvességemet kihasználni. Önmagában is egy szerető lény voltam már akkor is, de nagyon sokan megpróbálták ezt ellenem kihasználni. Ezért, amikor összeházasodtunk, én mindig mindenért megsértődtem. Olyan sértődékeny voltam, hogy minden nap csak sírtam. És azt mondtam, hogy hát Istenem, hát én úgy szeretem Csabát, és tudom, hogy nekem őt adtad, de mindig megsért. És akkor elkezdtem rájönni arra, ahogy Isten elkezdett engem formálni, hogy nem Csabában van a hiba, hanem benne. Őneki megvan a sajátos humora, amit meg kell, hogy értsetek sokszor ti magatok is. Erre én igen azt mondja. És én nagyon sokáig nem értettem az ő humorát, és azt gondoltam, hogy azzal, amit tesz és ahogy tesz, hogy ellenem akarja tenni, hogy meg akar engem bántani. És egyszer rám nézett Csaba, leültünk, és a szemembe nézett mélyen, és azt mondta, én nem vagyok az ellenséged.
Én szeretlek téged, és akármit teszek, azt azért teszem, mert szeretlek. És ekkor kaptam egy kijelentést onnan fentről, hogy Isten is ilyen. Nagyon sokszor Isten bizonyos dolgokat tesz az életünkben, vagy akár nem tesz bizonyos dolgokat az életünkben, amit mi szeretnénk, hogy tegyen, és azt gondoljuk, hogy Isten nem szeret, és megsértődünk Istenre. Ugye? Igen. És Isten pedig azt mondja, én feltétel nélkül szeretlek téged. De meg kell értenünk ezt az isteni agapé szeretetet. A 10-es pontunkban azt mondja az ige, hogy a szeretet nem ingerlékeny, nem indulatos. Hogyha folyamatosan ki lehet valakit hozni a sodrából, és úgy ki lehet hozni a sodrából, hogy elkezd veszekedni, elkezd kiabálni a másik emberre, és felemeli a hangját, és indulatos lesz, akkor még nem lett teljessé az isteni szeretetben. Mert ha a másik embert szereted, akkor türelmes vagy, és nem vagy ingerléken, nem vagy indulatos vele szemben. 11-es pontunkban nem haragszik a szeretet, nem neheztel. Magyarul nem tart be a másiknak, hanem mindig megbocsát az ellen elkövetett gonoszsággal szemben. Nem hántorgatja fel, és nem emlegeti fel a történteket. Tudjátok, vannak olyan házaspárok, sokszor úgy szolgálunk házaspárok felé, akiknek házassági problémáik vannak, és sokat veszekszenek, sokat vitatkoznak egymással. És van olyan, hogy X dolgot elkövetett az egyik fél a múltban, és eltelt 20 év, és a feleség vagy a férj még mindig felemlegeti a 20 évvel ezelőtt elkövetett dolgokat. És még minden nap ugyanaz a téma. Hogy akkor megcsaltál, hogy akkor ezt csináltad, akkor így csináltad. De könyörgöm, eltelt 20 év. És mikor szembesítjük őket, hogy Isten beszéde szerint az isteni szeretet nem hántorgatja fel a gonoszt. Isteni szeretet szerint, ami elmúlt, elmúlt, bocsáss meg, és lépj tovább. De ugyanígy meg kell, hogy tudj bocsátani magadnak is, ám nem? Tehát a szeretet nem haragszik, nem neheztel. Ha haragudtál, Isten arra kér téged, hogy bocsáss meg. Amen. A szeretetben nincs gyűlölet. Ez a 12-es. Lehet, hogy ez a szó egy nagyon erőteljes szó, de tudjátok, hogy mennyi emberben sokszor feljön, még keresztényekben is előfordulhat a gyűlölet. Azt mondja az 1 János 3.15, aki pedig gyűlöli a testvérét, az valójában gyilkos. És jól tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet örök élete. Tudjátok, hogy mi a gyűlölet? Ugye maga a szó, ha azt mondjuk, hogy gyűl, öl. Addig gyűl, gyűl, gyűl benned a harag, míg végül képes vagy ölni is. Ez a gyűlölet. Ezért mondja az ige, hogy olyan, mintha gyilkos lenne. Olyan, mintha embergyilkos lenne. Tehát magyarul, ha már gyűlöletté fakad a harag valakiben, és már nem tud szeretetben beszélni egyáltalán, csak a gyűlölet jön ki belőle, Isten beszéde szerint egy az egybe ugyanolyan, mintha embergyilkos lenne. Erős, mi? Ők a gyűlölködő keresztények. Tudtátok, hogy van ilyen? Mi nagyon sok gyűlölködő keresztényel találkozunk szerte az egész országban, és lehet, hogy fizikailag nem teszik meg a szívükben, de a szívük, tehát fizikailag nem teszik meg azt, hogy gyilkolnak még, de a szívükben már megtették, és az ige szerint ez egy az egyben ugyanolyan, mintha meg is tették volna. Értitek? És ezért nagyon komoly dolgok azok, amikről beszélünk. Azt mondja a 13-as pontunk, nem kárörvendő az isteni szeretet. Magyarul nem örül az igazságtalanságnak, hanem szereti az igazságot. Hogyha történik valakivel valami rossz, aki veled szemben nem túl sok szeretetet fejezett ki, és ha te szívedben belül örülsz, hogy na, most megkapta magáit, na végre, most már fizetett neki az Úr. Az nem az isteni szeretet. Nem az isteni szeretet, amen. Az kár öröm.
Az isteni szeretet mindent eltűr, ugye beszéltünk arról, hogy minden körülmény között kitart és nem adja fel, sőt azt mondja az Amplified vagy bővített fordítás, hogy nem halványul meg, nem gyengül el, bármit is hall másoktól, akkor is a legjobbat feltételezi. Magyarul mindig hisz és mindig remél, Károli szerint is. Hallottatok már XY emberről mindenféle dolgot, hogy ezt mondják róla, azt mondják róla, és jön veled szembe utána, és nem tudsz úgy a szemébe nézni. Mert már hallottál valamit róla, és már azt szerint gondolkodsz róla, és a szívedben már megfogant valami vele kapcsolatban, és már elkezdtél kételkedni, és már nem tudsz egyenesen a szemébe nézni, teljes szeretettel a szívedben. Hát erről beszél itt az ige. Nem tudod már őszintén szeretni, mert valami már beült azzal a személlyel kapcsolatban. Pontosan ez az ellenségnek a terve. Tudjátok, hogy ő a hazugságnak az atya? Mindenféle hazugságokat állít, amit igazságként állít be, de tudjátok, hogy mi az igazság? Az igazság az, ami szabaddá tesz. Amen. Lehet egy emberről, elhangozhat egy igaz információ, és lehet, hogy teljesen jogos, lehet, hogy megtörtént, megtette, mégsem az az igazság. Miért? Mert ha az igazság lenne, az szabaddá tenne. De az nem tesz szabaddá sem téged, sem azt az ember. Tehát igaz információ, de csak információ. És azt mondja az ige, hogy miről táplálkozol, amikor igaz információhoz jutsz? A jó és rossz tudás fájáról, és nem az élet fájáról. És kicsoda az élet fája? Nem egy dolog, hanem egy személy, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus maga. Tehát ha te Jézus Krisztusból táplálkozol az élet fájáról, és nem a rossz és jó tudás fájáról, akkor az élet fájából szeretet jön. Mert Isten maga a szeretet. Amen? És ez jön mindig, amikor őt kérdezed meg. Tehát mi a feladatunk? Hallunk valakiről valami rossz információt. Első pont. Mondd azt, testvérem, ne haragudj, de én ezt nem akarom meghallgatni. Nem akarom, hogy a szívemben rossz mag legyen elvetve. Efelé az ember felé. Meg akarom őrizni a szívemet tisztán, mert minden a szívből indul ki. Lekapcsolódott a világ. Minden a szívből indul ki, így van. Tehát, ha te megengeded eleve, hogy rossz mag legyen elvetve a szívedben is, az elkezd kikelni. Lekapcsolódott. Ó, magától lekapcsolódott. Halleluja. Jön a világosság. Tehát, ez az első. A másik, hogyha esetleg mégis megtörtént, hallottál valami rosszat, menj oda az Úrhoz. És kérdezd meg. És tudod, hogy Isten elmondja mindig a véleményét arról az emberről. Lehet, hogy te magad is kételkedsz. Lehet, hogy benned is megfordult. Mi van, ha igazuk van? Mi van, ha tényleg necces az az ember? Kérdezd meg az Urat. És el fogja neked mondani. És szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nem fog ellent mondani az ő saját igéjének. Nem csak szinte, 100%-ig biztos vagyok benne, mert ő soha nem mond ellent az igének. Amen. És ő azt mondja, hogy még azokat is szeressük, akik bennünket gyűlölnek, sőt az ellenségeinket is, de erre még ki fogunk térni. Tehát azt mondtuk, hogy a 15-ös vonal soha nem ér véget, de soha nem fogy el a szeretet. 16-os. A szeretet sok vétket elfedez. Testvérem, hallottál már XY testvérről, akár gyülekezetről, akik ilyen-olyan bűnöket követtek el? Én még sosem. Soha. Az a feladatunk, hogy ezt országvilágnak kürtöljük és hirdessük. Az a feladatunk, hogy újságokat írjanak erről, könyveket adjanak ki, pereljük egymást bíróságon, testvér a testvért. Ez az isteni szeretet szerintetek? Azt mondja az isteni szeretetről, hogy sok vétket elfedez. Nem hozza a bűnöket világosságra. 1 Péter 4:8. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti buzgó szeretetre,
mert a szeretet sok vétket elfedez. Az egyszerű fordítás szerint az a legfontosabb, hogy ápoljátok és őrizzétek meg az egymás iránti szeretetet, mert ez a szeretet készségessé tesz titeket arra, hogy megbocsássatok egymásnak. Látunk ugye ilyen dolgokat, amik folynak, testvér-testvér között, akár gyülekezetek között is, de nem követendő példa ez. A mi feladatunkra szóltunk, soha nem az, hogy kiteregessük a szennyes bárkiről is. Még ha igazunk is van, de az nem az igazság. Amen. Mert az nem tesz szabaddá. Példabeszélet 10.12. A gyűlölet felszítja a viszályt, de a szeretet minden vétket elfedez. Amen. A szeretet minden vétket elfedez. Róma 13.10. első fele. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Az egyszerű fordítás szerint a szeretet nem tesz semmi olyat, amivel a másiknak ártana. Mondjuk el együtt ezt az igét. A szeretet nem tesz semmi olyat, amivel a másiknak ártana. Mi az, amivel árthatunk valakinek? Mindenki tegye föl magában ezt a kérdést. A szeretet mit tenne? Ártana bárkinek is? Soha. Az isteni szeretet soha. 17-esben, ahogy mondtuk is korábban, a szeretet békeszerző. Nem fogom felolvasni, de fölírhatjátok esetleg az 1 Krónika 16-22, vagy a Zsoltárok 105-15. Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én profétáimnak ne ártsatok, ez az igen. Nagyon-nagyon fontos, hogy bárki is legyen olyan pozícióban, hogy vezetői pozícióban van, akár az egyházon belül, hogy ne szóljunk ellenük. Még akkor is, ha igazunk van, de mégsem az igazság, ami elhangzik, mert nem tesszük őket szabaddá. Hogyan kell eljárnunk, ha valami problémát felfedezünk? Emlékeztek még, hogy mit mond Pál erről? Menjünk oda és közöljük azt vele szemtől szembe, ugye? Ha látunk valami gondot, problémát, valamit nem értünk, valamivel nem értünk egyet. Ha nem hallgat ránk, vegyünk még magunk mellé egy vagy két vezetőt, ketten vagy hárman, és ha azután sem hallgat ránk, akkor esetleg járjunk el, de akkor is szeretetben járjunk el. Semmi nem mentesít bennünket a szeretettől. Semmi nem jogosít föl bennünket, még akárhogy is, az Úr nevében eljárunk, és jogosan járunk el, de a szeretet alól nem mentesülhetünk, akkor sem. Amen? 18-asban az isteni szeretetben nincs félelem. 1 János 4.18, ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlük. Ha valaki fél, igazából attól tart, hogy Isten meg fogja büntetni, az ilyen ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen. És sokáig nem értettem ezt az igét. Hogy most hogy is van ez? Hát most mi köze van a félelemnek a szeretethez? Így nem tudtam magammal összerakni. De abban a pillanatban megértettem, amikor szemtől szembe találkoztam Isten szeretetével. Amikor te szemtől szembe találkozol Istennek, az Atyának a szeretetével, egyszerűen azt érzed, legyőzhetetlen vagyok. Semmi nem számít. Elpusztíthatatlan vagyok, mint Superman. Elpusztíthatatlan vagyok. Miért? Mert ha az az Isten, aki a világot megteremtette, aki egy szavával fenntartja a világkerekséget, aki azt mondja, hogy legyen és lett, aki azt mondja, hogy a hajam szála sem görbülhet meg úgy, hogy ne tudna róla, aki azt mondja, hogy egyetlen pillantására leomlanak hatalmas hegyek, és ez az Isten szeret engem. És ha ő szeret engem, bármit kérhetek, megadja nekem, akkor nincs mitől félnem. Akkor tudom, hogy ő a menedékem, ő benne biztonságban vagyok, mert ő szeret. Értitek? És ha te tudod, és tudod, és tudod kijelentésből, nem csak azért, mert hallod,
hanem tényleg itt belül tudod, hogy ez a hatalmas Isten, akinek minden lehetséges. Még egyszer mondom, neki minden lehetséges. Ha ő szeret téged, nincs mitől félned. Jöjjenek az immigránsok, jöjjenek a dzsihádisták, jöjjenek bárki és bármi, nincs mitől félned. Amen. Ha tudod, hogy Isten szeret téged, halleluja, és tudod, hogy jó helyre kerülsz, mi van, ha meghalsz? Mi van, ha üldöztetés? Mi van, ha üldöztetés lesz? Jézus azt mondta, hogy ne a felől aggódjatok, aki a testet megöli. Tudjátok, mi a gond sokszor? Annyira ebben a szűk kis világunkban gondolkodunk, hogy ott van egy egész örökké valóság, amit fel nem tudunk fogni az agyunkkal. Örökké valóság, ugye tegyük fel, hogy ez a szakasz az örökké valóság, bár ez sem reális, mert nincs vége, de ezt az örökké valóság a Földön töltött ennyi pici szakasz az időknek, amit itt vagyunk, ezen a Földön, ebben a testben, annyira, de annyira picike és kevés, ahhoz képest, ami ott lesz. Ezért Isten mindig az örökké valóságban gondolkodik. Azt mondja, hogy az, hogy most a tested él, vagy nem él, hát és akkor mi van? Úgyis ott az örökké valóság, és örökké élsz. Amen. Amen? Amen. Tehát teljesen mindegy, majd, hogy nem, hogy ezt a kis földi életünket hogyan éljük, hogyan töltjük le. Igazából nem mindegy, mert itt dől el, hogy az örökké valóságban hogy élünk, de abból a szempontból mindegy. Ahogy Pál azt mondja, hogy ismert vagyok a jó lakásban és az éhezésben, a gazdagságban és a szűkölködésben. Nem ez számít. Van pénzem, vagy nincs pénzem. Így vagy úgy élek. Itt élek, vagy ott élek. Ezekkel az emberekkel, vagy azokkal? Effektíven majd, hogy nem mindegy. Mert az örökké valóság áll előttem. Amen. Amen. És ha ebben gondolkodunk, ha az odafelvalókat keressük előbb, ha az ő királyságát keressük, minden más egyéb ráadásként megadatik, tehát effektíven nincs mitől félnünk. 19-es, az isteni szeretet még az ellenségeit is szereti. A Máté 5:43-47, bár túlságosan erre azért nem akarom kitérni, hogy egész témakörünk van arról, hogy hogyan viszonyuljunk az ellenségeinkhez. Sokat beszélt az utóbbi időben erről is az Úr, de csak nagyjából felolvasva az igét, hallottátok, hogy megmondatod, szeresd honfitársad a gyűlölt ellenségeidet, én viszont azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, mert így valóban mennyei atyátok fiai lesztek. 20-as, a szeretet mindig ad. Ugye hogyan kezdte Isten az ő szeretetét felénk, hogy nekünk adta Jézust? János 3:16, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, és ő csak ad, és ad, és ad, mert ő szeret. Menjünk tovább egy picit, tudtok még figyelni? Igen. Halleluja! A szeretet az újjászületett szellemünknek a gyümölcse. Tehát, ha újjászülettünk, bennünk van az isteni szeretet. És most akarom megadni nektek azokat a kulcsokat, amit ha most megértesz, győztes leszel ebben az életben. Amen? Amen. A Galata 5:22 felsorolja, hogy milyen szellemi gyümölcsök vannak. És az első ebből a szeretet. Szeretet, öröm, békesség. 9 gyümölcsöt sorol fel, és azt mondja, az ilyenek ellen nincs törvény. De milyen egy gyümölcs? Ha veszünk egy gyümölcsöt, mondjuk vegyünk egy almát, annak érnie kell, ugye? Annak fejlődnie kell. Tehát el kell, hogy egy idő teljen. Sokszor egy gyümölcs, ha ideje korán leszakítjuk, akkor még savanyú. De az is gyümölcs, nem? Gyümölcs, csak még nincs megérve. Tehát, ha úgy érzed most, hogy hát olyan dolgokról beszélünk, hát mikor leszek én képes isteni szeretetre így? Van egy jó hírem. A szeretet az egy gyümölcs. Tud érni. Tud fejlődni. Tehát ne keseredj el, hanem Isten ad neked időt, Isten nem vádol. Ő nem károsztat téged soha. Istenben soha nincs vádlás. Ő mindig szeret téged, akkor is, ha te elbuksz ezen a területen, vagy ezen a területen is. Ő akkor is szeretni fog téged.
És azt mondja az ige, hogy Jézusban kell maradnunk, ugye János 15, azt mondja, ha szőlőtőn maradunk, akkor tudunk gyümölcsöket teremni. El tudjátok képzelni azt, hogy van egy fa, és a gyümölcs az hol terem? A fának az ágai. De ha a fának az ágát letöröd a fáról, a törzsről, akkor mi lesz a gyümölccsel? Nem tud tovább élni, tehát életet nem tud tovább venni, ugye? Mert a gyökéren keresztül jön a fába az élet. Ugye kell, hogy vizet kapjon, kell, hogy mindenféle más dolgokat, ami a természet törvénye kapjon. Magyarul ugyanilyen ez a példa, amit Jézus felhoz, ha szőlőtőben maradsz meg, akkor tudsz gyümölcsöt teremni. Amen? Amen. Tehát a szeretet is ugyanúgy tud bennünk növekedni. 1 János 4, 16-17. Mi pedig megismertük és megtapasztaltuk Isten irántunk való szeretetét, ezért bízunk ebben a szeretetben, mert Isten maga a szeretet. Aki ebben a szeretetben éli az életét, az valójában Istenben él, és Isten is él benne. 17-es, így növekszik, hallottátok? Növekszik bennünk Isten szeretete, amíg teljessé nem lesz. Tehát növekszik bennünk Isten szeretete. 1 János 4, 17. Így növekszik bennünk Isten szeretet, amíg teljessé nem lesz, ezért örömteli bizalommal várjuk az ítélet napját, hiszen mi is ugyanúgy vagyunk ebben a világban, ahogy ő. Szeretet, és itt van a jó hírem, szeretet mindnyájunkban van, ha Isten bennünk van. Tehát nem azért kell imádkoznunk, hogy legyen bennünk szeretet, hanem azért, hogy megismerjük azt a szeretetet, aki, nem ami, aki bennünk van. Amen. Mert ez már a miénk. Róma 5.5. És ez egy kulcsigénk. Ha mai napból, ha semmi más nem jegyzel meg, kérlek, ezt az igét jegyezd meg. A Róma 5.5. Azt mondja, Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Az egyszerű fordítás szerint, aki Isten ajándéka számunkra, a Szent Szellem Isten ajándéka számunkra. Magyarul, ha te újjá születtél, ha újjá szült téged Isten szelleme, a Szent Szellem által Isten a szívedbe kitöltötte az ő szeretetét. Amen. Tehát van benned isteni szeretet. Érted, testvérem? Nincs olyan, hogy nincs benned szeretet, ha Isten benned van. Ez egyenes arányosság, mert ha üdvösségünk van, akkor szeretet is van bennünk. Azt mondja az 1 János 3, 13-16. Testvéreim, ne csodálkozzatok, ha gyűlölnek benneteket azok, akik nem hisznek Istenben. Ne csodálkozzatok. Gyűlölnek téged, és azt mondod, nem szeretnek engem, a munkatársaim így, meg úgy viselkednek. Azt mondja, azért ne csodálkozzatok, ha gyűlölnek titeket. Mert mi átmentünk a halálból az életre. De honnan tudjuk ezt? És itt a kulcs. Honnan tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe? Honnan tudod, hogy újjászülettél? Onnan, hogy Isten szeretetével szeretjük a testvéreinket. Aki ugyanis nem szereti a testvérét, azon még mindig a halál uralkodik. Wow. 15-ös vers. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az valójában gyilkos, és jól tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet örök élete. Abból értettük meg, hogy valójában mit jelent Isten irántunk való szeretete, hogy Krisztus a saját életét áldozatul adta értünk, ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni az életünket a testvéreinkért. Tehát, ha kitöltetett a szívünkbe Isten szeretete a Szent Szellem által, akkor újjá vagyunk születve, mert ez a bizonyítéka, hogy újjá születtünk, vagy átmentünk a halálból az életbe, hogy szeretjük a testvéreinket. Amen. Ha úgy érzed, hogy nem vagy képes szeretni a testvéreidet, akkor lehet, hogy szükséged van újjá születésre. Lehet, hogy erős, amit mondtam, de ezt mondja Isten beszéde, nem? Ti is ezt olvastátok? Olvastam fel még egyszer? Mi átmentetek, János 3.14-et olvasom, mi átmentünk a halálból az életre,
Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy Isten szeretetével szeretjük a testvéreinket. Aki ugyanis nem szereti a testvérét, azon még mindig a halál uralkodik. Tehát elérkeztünk a csúcspontjához a mai szolgálatunknak. Mi kötelesek vagyunk szeretni. Ugyanis azt mondja János 3:16-19, ugye abból értettük meg mi Isten szeretet, hogy kötelesek vagyunk odaadni az életünket a testvéreinkért. 17-es, tegyük fel például, hogy van egy gazdag hívő, akinek mindene megvan, és látja a testvérét, aki szegény, és mégsem segít rajta. Mit gondoltok, Isten szeretete megmaradhat az ilyen gazdag testvérben? Bizony nem. Kedves gyermekeim, ne szóval szeressük csak egymást. Az isteni szeretet abban mutatkozik meg, hogy mit teszünk. Így lehetünk biztosak abban, hogy az igazsághoz tartozunk. Az, hogy ne szóval szeressük csak egymást, az azt jelenti, hogy először is szavakkal is szeretnünk kell egymást. Tehát, ha te sosem mondod a feleségednek vagy a férjednek, hogy szeretlek, azért ez valami hiányosságot okoz a másik emberben, nem? Én minden nap akarom hallani Csabától, hogy szeret. Tudom, hogy szeret. Nem mondtam akkor... a házasságkötőben. Azt mondja, nem mondtam a házasságkötőben, nem? Hallottátok ugye ezt? De nekem, ha nem mondja minden nap, hogy szeret, ha nem ölel meg minden nap, ha nem fejezi ki minden egyes nap számomra, hogy szeret, akkor hiányérzetem van. És nem azért, mert nem tudom, hogy szeret, de éreznem kell, hogy szeret. Te nem így vagy ezzel? De. Neked nem kell, hogy érezd, hogy szeret a másik ember? De. Hát Isten pontosan ezt mondja, hogy ne csak szóval szeressük egymást. Nem csak szóval, az azt jelenti, hogy szóval is kell szeretnünk, de kell, hogy ott legyen a mosoly, kell, hogy ott legyen a mimika, kell, hogy ott legyen az ölelés, kell, hogy ott legyen a testmozgás, mindenből kell, hogy áradjon, hogy te szeretsz. De cselekedetekkel és valósággal is szeretni kell. De ahogy mondtam korábban, emlékeztek az 1 Korintus 13-ra? Hogy felolvastuk azt, hogy lehet úgy adakozni a szegényeknek, lehet úgy önfeláldozóan élni, hogy még a testet tűzre adod is, és még sincs benned szeretet. Nem egyenesen arányos a kettő? Azt mondja a Galata 6:10, rajta hát! Így kezdi. Rajta hát, amíg van lehetőségünk, addig tegyünk jót mindenkivel, de leginkább azokkal, akik hitünk családjához tartoznak. Egyszer valaki elmesélte azt, hogy látok mindig egy szegény embert, aki elment a háza előtt, és mindig úgy felindította volna Isten szelleme, hogy adjon neki, mert egy hajléktalan szegény emberről van szó, és egyik nap, másik nap, harmadik nap is megjelent ott a házak előtt, és mindig úgy érezte az indítatást, és mégsem tett semmit. És egyszer csak nem jelent meg ez a hajléktalan ember. És bepánikolt, hogy mi van? Most miért nem jött? És meghallotta a hírt, hogy ez az ember meghalt. És ott volt benne, hogy miért nem tettem jót addig, amíg lehetett volna? Miért nem adtam neki? Hol ott van házam, van hol laknom, van mit ennem, és jutott volna ebből, a kicsiből valamennyi, csak valamennyi, de nem tettem meg. És ez az ember elhatározta. Bármi, amit tehetek, amíg tehetem, nem fogom visszatartani. És tudjátok, rövid az idő. Nagyon rövid az idő. Kevés az az idő, amíg még tehetünk jót. De amíg még tehetünk jót, tegyünk jót. Addig szeressük egymást, amíg még lehet. Amen. Ezt mondja az ige. Amíg még lehetőségünk van, és azt mondja, hogy leginkább azokkal, akik hitünk családjához tartoznak, azokkal tegyünk jót. Róma 12:9-10. A bennetek lévő isteni szeretet képmutatás nélkül jusson élvényre. Láttatok már képmutatókat, ugye? Éreztétek, hogy nem őszinte a szeretet. De Isten azt akarja, hogy képmutatás nélkül való legyen a mi szeretetünk. Gyűlöljetek minden gonoszságot, viszont ragaszkodjatok ahhoz, ami jó. Testvéri szeretettel szeressétek egymást, és a másik testvérnek mindig adjatok nagyobb tiszteletet, mint amit tőle vártok. Tehát a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Ugye azt mondtuk, hogy úgy bánj,
a másikkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. Ahogy vetsz, úgy fogsz aratni. Testvérem, szeressük egymást. Ez a mai üzenet. Filippi 2:3. Ne az önzés vagy a dicsőségvágy irányítson benneteket. Ellenkezőleg, legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben. Károli szerint egymást különnek tartsátok magatoknál. Tudjátok, hogy Jézus azt mondta, hogy ha bármit teszel egyel e kicsinyek közül, Máté 18-ban, egyel e kicsinyek közül azt ő vele teszed. Tudod, bármit, amit a te testvéreddel teszel, mindegy, hogy férfi vagy nő, kisfiú vagy kislány, mindegy, hogy gyerek vagy idős ember, teljesen mindegy, hogy kicsoda, bármit teszel, Isten teremtményével teszel, aki az ő szeme fénye, aki az ő kicsinye. Legyen az egy hajléktalan, hitetlen ember, legyen az egy gyilkos, legyen ez egy utolsó ember a börtönben, érted? Nem ez számít. Azt mondja Jézus, hogyha egyen a kicsinyek közül, köszönöm, bármit teszel, azt ő vele teszed. Szeretném összefoglalni ezt az egész tanítást, mert tudom, hogy hosszú volt, és tudom, hogy sok, de azt is tudom, hogy egy nagyon-nagyon fontos tanítás, mert az életünknek az alapja, ez a mai tanítás egy fundamentum, mert Isten maga a szeretet. Amen. Első pontban mondtuk azt, 8 pontunk van, első pontban mondtuk azt, ha Istenben akarsz maradni, tehát szellemben akarsz járni, szeretetben kell járnod. Mert Isten maga a szeretet. Amen. Amen. Második pontunk az volt, ha hitben akarsz járni, szeretetben kell járnod, mert a hit nem működik szeretet nélkül. Amen. Amen. Sőt, a szeretet nagyobb a hitnél. Miért? Mert miről ismerik fel, hogy az Úré vagyunk? Hogy szeretjük egymást. Amen. Hogy az ő tanítványai vagyunk. Igen. Hármas azt mondja, hogy a szeretet nélkül semmik vagyunk. Tehát bármilyen önfeláldozóak legyünk, ugye? Ha nincs bennünk szeretet, semmik vagyunk. Négyes, a szeretet az egy törvény, az egy parancs, tehát nem választás, döntés. Sőt, azt mondtuk ötösben, a szeretet az egy tartozás. Tehát tartozunk azzal, hogy egymást szeretjük. Hatos pontban megvizsgáltuk, hogy milyen is maga az isteni szeretet, mik a szeretetnek a jellemzői tulajdonságai. Hetesben a szeretet, ugye a szellem gyümölcse, ezt néztük meg, és ha újján születtünk, akkor bennünk van az isteni szeretet, mert kitöltetett a szívünkbe. És a nyolcasban végül megnéztük azt, hogy kötelesek vagyunk egymást szeretni. Álljunk fel most testvérem, jó? Szeretnék értetek imádkozni, és szeretném, hogy együtt imádkoznánk, hogy ez az isteni szeretet most már ezeknek az igéknek az ismeretében és értelmében is tudja betölteni a mi szívünket. Tartson mindnyájan most egy önvizsgálatot. Isten nem kárhoztat, ahogy mondtam nektek, és soha nem vádol. Ő meggyőz az igazság által, de az igazság szabaddá tesz. És a mai napon szabaddá akar tenni téged. Szabaddá, hogy szárnyalni tudj, mint a sasmadár. És tudod, hogy akkor tudsz igazán szabad lenni, ha tudsz szeretni. Ha nem tudsz szeretni, ha van a szívedben fenntartás, bármi, amiben úgy érzed, hogy van egy meg nem bocsátás, van egy gát, nem tud tiszta lenni a lelkiismereted. Tudod? A lelkiismereted akkor tiszta, amikor nincs benned gát, nincs benned akadály. Gondolsz bárkire ezen a földön, és nincs benned az, hogy görcsbe rándul a gyomrom, olyan rossz érzés, csak ezzel az emberrel, de hogy véletlenül összetalálkozzak, csak azzal véletlenül össze ne találkozzak, csak őről ne, hogy halljak valamit, csak az ő fotóját meg ne lássam. Ha még ez van bennünk, akkor még nem lett teljessé bennünk Isten szeretete, de Isten szabaddá akar tenni téged, hogy önmagad tud lenni. Mindenkinek a társaságában, mindenkinek a környezetében, hogy ne legyen egyetlen egy olyan ember ezen a földön, akinek a személyében, akinek a társaságában feszélyezve kellene érezned magad.
Legyen az a miniszterelnök. Nem nagyobb nálad. Amen. Teljesen mindegy, hogy milyen pásztor, milyen apostol, milyen proféta, milyen tanító, milyen Isten embere, milyen ilyen ember, olyan ember, amolyan emberről van szó, legyen a saját édesapád. Tudod, sokszor azonosítjuk Istent azzal, hogy milyen volt a mi földi édesapánk, vagy ha egyáltalán nem volt édesapánk, mint ahogy nekem nem volt édesapám. Sokszor nehéz volt elhinnem, hogy Isten ott van az életemben. És éppen ezért az egyik legerőteljesebb kijelentés, ami az Úrtól jött, hogy én mindig ott vagyok veled. Bárhol jársz, ott vagyok veled. Nem hagylak el soha. Azért, mert az Úr tudta, hogy erre van szükségem. Hogy tudjam és tudjam és tudjam, hogy bár nem volt ott a földi apám, de a mennyei édesapám mindig ott van velem. Soha el nem hagy engem. Ha neked olyan édesapád volt, aki bántalmazott, aki vert téged, aki csúnyán beszél, Isten tudni akar, azt akarja, hogy tud, hogy ő olyan édesapa, aki soha nem bántana meg. Ő soha nem mondana semmi rosszat rád. Soha nem bántalmazna. Ő soha nem ítél olyan szeretetlenül, amilyen ítéletet valaha is kaptál, vagy kaphattál. Ő egyszerűen csak szeret. Olyannyira szeret, hogy elküldte a saját fiát, Jézus Krisztust, hogy meghalljon érted a kereszten. És ha őt odaadta, vele együtt mindent odaad neked. Mert annyira szeret, hogy ő csak adni, és adni, és adni akar neked. Istenem, én itt vagyok most előtted, és jövök most te hozzád, ezekért a gyönyörű, drága emberekért, akik itt állnak a te színed előtt. Istenem, ők a te kicsinyeid, akiket a saját kezeddel alkottál meg. A saját kezeddel formáltad ki őket, Uram. És te döntöttél úgy, hogy megszülessenek erre a világra. Mert annyira szeretted őket, hogy elküldted erre a földre őket. Ide Magyarországra. Ide most Kiskörösre, Uram. Mert gyönyörködsz bennük. Ahogy azt mondtad Jézusról, a saját fiadról, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködök, és azt mondtad mindnyájunkról, ugyanígy, hogy mi a te szerelmes gyermekeid vagyunk, akiben gyönyörködsz. Én azért járok most közben, Uram, hogy mindnyájunkban tudatosuljon, hogyha újjá születtünk, ez az isteni szeretet bennünk van. Tudod, ha isteni szeretet van benned, nem kell görcsölnöd. Nem kell azon ügyködnöd, hogy hogyan szeresd a másikat. Egy dolgot kell tenned, hogy megengeded Istennek, hogy belőled és rajtad keresztül szeressen. Ezt csak te teheted meg. Isten nem erőltetheti rád, soha nem is fogja tenni. Ez a te feladatod, hogy megengedd. Ő akar rajtad keresztül szeretni, tudod? Ő akar rajtad keresztül megnyilvánulni a szeretetben, de neked engedned kell. Add át magad ennek a szeretetnek. És testvéreim, hadd tegyem most fel azt a kérdést. Ha van itt közöttünk olyan, aki még soha nem találkozott ezzel az isteni szeretettel, ha még nem adtad át a szívedet, ha még nem születtél újjá, és nem tudod azt mondani, hogy igen, ez az isteni szeretet bennem is ott él, kérlek, nyújtsd most fel a kezed, ne szégyeld ezt, mert ez a nap a te napod. Isten újjá akar szülni téged, és azt akarja, hogy te is be tud fogadni ezt az isteni szeretetet, mert ő feltétel nélkül szeret téged. Akármit teszel, ő feltétel nélkül szeret téged. Amen. Amen. Van itt olyan valaki közöttünk, aki még nem ismeri őt, ezt a szeretetet? Most utoljára kérdezem csak meg. Ha van itt valaki, nyújtsd fel a kezed, hadd imádkozzunk érted. Amen. Ezek szerint mindenki ismeri Istennek ezt a szeretetét. Akkor pedig
ha bárki azt szeretné, hogy még jobban megerősödjön benne ez a szeretet, fogjuk nem sokára folytatni egy másik résszel majd. De ha bárki, aki még szeretné, hogy Isten megérintse őt ezzel a szeretettel, és ezt szeretné, kérem, nyújtsa fel a kezét. Halleluja! Majd, hogy nem mindannyian. Akkor viszont nem fogunk előre jönni, mert akkor túl sokkal lennénk, hanem együtt imádkozzunk akkor most. Csaba, megkérhetlek téged, hogy most te imádkozz, akkor értünk, jó? Halleluja! Drága mennyei Atyám, én is fölemeltem a kezemet, Uram. Mert hiával vagyunk mindjárt, Uram. Annak az isteni szeretetnek, Uram, amelyről Éva ma beszélt, Istenem. Uram, jövünk hozzád, Uram. Jövünk a kegyelemnek a királyi trónja elé ezen a mai napon, Istenem. És kérünk téged, drága mennyei édesapám, te magad, meríts be minket, egyen-egyenként, Uram, te szeretetedbe, Istenem. Hadd itassa át, Uram, a mi pórusainkat, a mi sejtjeinket és mindenőket, Uram, a te szereteted, édesapám. Akarunk a te jelenlétedben élni, Istenem. Szeretnénk bemutatni a te dicsőségedet ennek a világnak. Úgy akarunk élni ezen a világon, Uram, hogy az méltó legyen a Jézus Krisztus tanítványaihoz. Hogy valóban, Uram, megláthassa ez a világ, Uram, hogy a te tanítványaid vagyunk, Uram. Abból, ahogyan egymást szeretjük, és abból, ahogy letesszük az életünket egymásért, Istenem. Hogy Uram, azért imádkozom, hogy ezek ne csak szavak legyenek, Uram. Nem csak hallgatói akarunk lenni a te beszédednek, Istenem, hanem a cselekvő is, Uram. Drága Szent Szellem, kérlek, jöjj, és töltsél tele minden szívet, Uram, itt ezen a helyen. Istenem, kérlek téged, dicsőíts meg a te nevedet rajtunk keresztül. Uram, odaadjuk magunkat neked, hogy szeress rajtunk keresztül. Uram, odaadjuk neked a mi karjainkat, Úr Jézus, hogy öleld meg az embereket rajtunk keresztül. Odaadjuk a mi arcunkat neked, hogy mosolyogjál rá az emberekre, Uram, rajtunk keresztül. Odaadjuk a lábainkat neked, Úr Jézus, hogy el tudjál menni a szegényekhez. És odaadjuk a mi szánkat, a mi ajkainkat, a mi hangunkat neked, Jézus, hogy megszólíthasd őket, Uram. És a szeretetnek a beszédét tud szólni rajtunk keresztül. Mert Jézus, mi vagyunk a te tested most. És te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. De ma rajtunk keresztül akarod kifejezni ugyanazt a szeretetedet, amelyet 2000 éve kifejeztél, Uram. Mert mi vagyunk a te tested. Mi vagyunk a te sejtjeid, a kezed, a lábad, az arcod. És minden a te tested, mi vagyunk, Jézus. Ezért, Uram, letesszük az életünket a te kezedbe, Uram. Formálj minket, hogy még inkább tudjunk szeretni, Uram. Hogy ki tudjuk ezt fejezni a hétköznapjainkban, Uram. Segíts nekünk, Istenem, hogy tudjunk időzni a felségesnek rejtek helyé. A mindenhatónak árnyékában tudjunk nyugodni, Uram. Hogy megtapasztalhassuk, Istenem, a te minden értelmet felülhaladó szeretetedet feléink. Mert akkor tudunk másokat is szeretni, Uram. Köszönöm neked, hogy így megállhatom az én testvéreimet, Uram. Kérlek, jöjj Istennek, drága szelleme, jöjj szeretetnek szelleme, és tölts tele az én testvéreimet, engem is beleértve. Mert nekem is, Uram, nagyon nagy szükségem van rád. Töltsél be mindannyiunkat, Uram, önmagaddal. Názáreti Jézus Krisztus nevében.